írni, olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot a Mi Hazánk mozgalom, hiszen az ország vezetésébe való beleszólásnak alapvető feltétele a tájékozottság, ráadásul a tanulatlan, szegényebb rétegek, jellemzően a cigányság szavazatainak megvásárlása az elmúlt 30 év választási csalásainak a meleg ágya volt. Az a módosítás, amire most készül a kormány a benyújtott törvényjavaslatban, hogy fényképezni lehet ezentúl a szavazólapot legitim módon, könnyebbé teszi ezeket a csalásokat, holott ennek a megfékezésére, visszaszorítására lenne szükség, ezért a Mi Hazánk mozgalom ezt a törvénymódosítást nem tudja támogatni. Ez a felvetésünk, tehát, hogy írni-olvasni tudáshoz kötnénk a szavazati jogot, nem idegen a magyar jogrendszertől, hiszen például gépkocsit sem lehet vezetni általános iskolai végzettség nélkül. Ezt a szabályozást éppen a jelenlegi kormány vezette be. Az ország vezetésébe való beleszóláshoz pedig ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módnak a birtokában legyen, a Mi Hazánk szerint. Nem lehet megalapozott döntést hozni az ország jövőjéről, hogyha az ember nem is ismerheti meg a pártok elképzeléseit, programjait. A választójog bár általános, most sem korlátlan, és ezzel a javaslatunkkal szemben az általános választójog szokott lenni a leggyakoribb ellenérv, de jelenleg sem szavazhatnak például a kiskorúak, vagy nevükben a törvényes képviselőik, illetve azok sem, akik akár 18 éves korukat megelőzően már dolgoznak. Vannak arra is nemzetközi példák, hogy már 16 éves kortól valakinek szavazati joga van, ehhez képest a 18 éves korhatár is antidemokratikusnak vagy egyfajta cenzusnak is tekinthető. A választójog a Mi Hazánk szerint így is általános maradna, ha az írni-olvasni tudáshoz kötnénk, és ez a rendszer sokkal jobban kifejezni a nép akaratot, nem torzulna annyira a szavazatvásárlás miatt az eredmény. Az elmúlt évtizedekben bevett gyakorlat volt, hogy az alacsony iskolázottságú emberek elsősorban a cigányság szavazatait megvásárolták, például krumpliért a különböző pártok. Mindez ellentétes a demokratikus normákkal és a választások tisztaságával. Nemrégiben a Heves megyei Kompolton jártam, ahol jelenleg is olyan polgármester regnál, akit el is ítéltek szavazatvásárlásért, holott csak egyetlen szavazattal nyert 2014-ben. Az ilyen esetekben sem tartjuk helyén valónak azt, hogy minden következmény nélkül újra elindulhat egy olyan ember a választásokon, akit jogerősen elítéltek választási csalásért. Hogyha a demokrácia mellett elkötelezettek vagyunk, márpedig a Mi Hazánk mozgalom elkötelezett, akkor ennek a bevezetése igenis szükséges.